www.királyexpress.com. Ezt nem gondolod komolyan, hogy ebből nem vlogolsz. Bandi nem akar ebbe a vlogba benne lenni. Pedig ismét taxival utazunk. Gyertek velünk, mert elmegyünk Lajos Mizsére. Azt pontosan nem tudom még, hogy mit fogunk ott csinálni, de a Sielős vlogban ugye szerepelt több olyan figura, aki ma vagy benne lesz a videóban, vagy nem, de inkább nem. Én legalábbis ezt valószínűsítem. Viszont ma a mai műsornak nem véletlen az a címe, hogy Le a pocakkal, mert valamiféle fogyókúrás tervet készít nekünk a Dóka Zsolti. Ezek a dókák mindenhol ott vannak. A Dóka Zsolti, akiről már beszéltem. Köszönj a nézőimnek! Sziasztok, sziasztok! Na Zsolti, mondd el nekem, hogy pontosan miért is vagyunk itt. Igazából egy életmódprogramot fogunk most végigcsinálni, illetve most kezdjük el. Ez egy 6-7-es program, és testsúlyvesztéshez vezet. Igazából az étkezési szokásokat és egy rendszeres mozgásbevitel után igazából jelentősen átalakul a vázizom százalék, a testzsír százalék, és erre odafigyelve az étkezéssel elképesztő eredményeket érünk el mindenkinél, úgyhogy reméljük nálatok is le a pocakkal lesz. Csak egy pár szóban mondd el ezt, hogy most akkor nekünk itt folyamatosan edzésre kell járnunk, meg megfelelően étkezni, vagy mit kell majd csinálnunk az elkövetkező időszakban? Jó a kérdés, igen. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a testsúlyvesztése csak fogyókúrával, csak diétával érhető el, és ez abszolút nem így van. A rendszeres étkezés, illetve a megfelelő ételek bevitele a szervezetben nagyon komoly átalakuláshoz vezet, és a rendszeres testmozgás, tehát nem úgy kell elképzelni, mint hogyha most elmegy valaki egy edzőterembe, és akkor rendszeresen fitnessezik, vagy jár egy TRX-re, vagy crossfitre, vagy bármilyen aerobik órára, hanem igazából mi a mozgásnak a sétát javasoljuk ennek a programra, mert hogy itt mindenki, ez bárki nemtől, kortól, mindentől függetlenül elkezdhet ezt a programot, mert sétálni mindenki tud, és így mindenki át tudja alakítani a szervezetét egy kis odafigyeléssel. Tehát akkor nem kell átjárni ide mindenkinek Lajos Mizsére, csak át kell jönni egyszer, amikor megcsináljátok a mérést, meg aztán még egyszer? Kontrollmérést igen csinálunk, tehát abszolút nyomon követjük a programot, igazából minden nap fogunk egyeztetni, de ez már online van egy nyomonkövetés, ha úgy tetszik, egy lekövetés, és egyben segítségadás. És valóban nem kell átjárni Lajos Mizsére hozzánk, vagy akár a többi városba, hogy velünk edzetek, át lehet járni, de igazából ez csak a programot segít, hogyha valaki egy fitness edzése is ezt megtámogatja, egyébként nem ehhez kötött a program. Na hát erre én baromi kíváncsi vagyok. Itt vagyunk egyébként a, ez is Phoenix Dance stúdió? Igen, ez a wellness szalonunk éppen, amielőtt állunk, igen. Wellness szalon. Na jó, itt nem táncolni fogtok, hogyha ha láttátok az ifjúsági bálos videót, ott is beszélgettem egy dókával, ő az Ági volt, na ő táncot tanít, itt akkor mi nem táncolunk, hanem reméljük, hogy fogyunk, úgyhogy tartsatok velünk! Biztos is! Leveszem az órámat, hát ha kevesebbet mutat. Kérdezem a telefont. Az is még. Az is nehéz. Az övemet is levetni? Töredelmes bevallás, hány éves vagy? 35 még. Jó, rendben van. Nem is írat 36-ot. Kis kérdés lájt. 6 év múlva is annyira szemben. 175. 175, jó. Ezeket az adatokat azért kell betáplálnom a gépbe, mert méri a Body Max Indexet is, ugye a magasságodhoz képest a testsúlyodat, illetve nem lesz mindegy a testzsír, vázizom, nyugalmi kalória, zsigeri zsír, mert
ahhoz képest, hogy nő vagy férfi, mások a referenciaértékek. Szuper. Két kezeddel megmarkolod, határozott mozdulattal kitartod. Először mutatja a kilogrammot, utána az el fog tűnni, és alul elkezd ilyen vonalkákat betölteni, közben méri, amiket mondta, body mass index, testzsír százalék, vázizom százalék, nyugalmi kalória és zsigeri zsír, és amikor újra mutatja a kilót, készen is van. Egyébként egy nagyon kis szuper orvos technológiai eszközről van szó. Bevállalom. 86,4. Ne, és nagyon örülünk, hogy ilyen gyorsan tudunk is vele dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zogni cipőt veheted vissza, én pedig írom ki belőle az. Azt nem olyan sok. 86,4. Előkészítettem nektek a programhoz. Egyébként mindent meg fogtok kapni, otthon is vissza tudtok nézni minden adatot. Itt van, amin a referenciaértékek rajta vannak, hogy a Body Max Index nettől meddig van referenciaértéken belül. A testzsír százalék, ha nő, ha férfi, a vázizom százalék, ha nő, ha férfi, és mindig a tólik, hogy hány éves, mettől meddig a jó. Nyugalmi kalória, zsigeri zsír. Ezeket meg fogjátok kapni, tehát ezek otthon is szerepelni fognak nektek. Jó, és gyakorlatilag ezek alapján eléggé könnyű ugye a kiértékelést megcsinálni. A testtömegnél mindig meg szoktam beszélni a kedves vendéggel, hogy mi az ő elsődleges célja, és természetesen adom a javaslatot arra is, hogy mi az, amit első, második, harmadik célként érdemes megjelölni. A testtömegindex, a Body Max Index ugye azt méri, hogy a magasságunkhoz képest a testsúlyunk, ez megfelelő a számunkra. Ez 19 és 25 között van referencia értéken, kedves Tibi, a tiéd 28,2, tehát azt jelzi, hogy nagyon jó, hogy itt vagy, és hogy együtt gondolkodunk. Azt hittem, hogy ez direkt nagyon jó érték, ezek szerint nem. Igen. Nem, ez egy kicsit magas, de még nem 30 fölötti, majd azt is elmondom, hogy mit jelent. Tehát referenciértéken felül magas, mondom, hogy mit tudunk vele csinálni. Szuper. Testzsír százalékodnál azt mértük, hogy 29,8, vagyis nem én, hanem a gép. Itt a férfiaknál 8 és 20 százalék között a referencia értéken belüli. Tehát itt is egy kicsit felüli magas, úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagy, és együtt gondolkozunk. Viszont kapsz egy mosolyt a vázizom százalékhoz, az referencia értéken belüli. 33,4-et mértünk, 30,3-tól indul a referencia érték. Itt egyébként a magasabb a jobb, úgyhogy majd súgok, hogy mi az, amivel ez magasabb lesz. Nem csak azáltal, hogy edzünk, vagy mozgunk. És akkor most ezek mit jelentenek, hogy ez magas? Mi bajom lesz tőle? Meg fogok pusztulni, hogyha ezen nem változtatok? Nem, ez az esztétikai történet, hogy már a test zsír százalékod ugye elkezdett növekedni, illetve ami még egy nagyon érdekes szám lesz, az a zsigeri zsír, ő is magas, ő a következő, én egyébként vele szoktam kezdeni a mérést, ugyanis ő 1 és 8 között van referencia értéken, de ezen belül is a gyerekeknek az 1-es 2-es az ideális, a nőknek a 3-as 4-es, a férfiaknak a 4-es 5-ös. Tehát nem nekem csak, hogy ez de... meg 11-es. Na most, bocsi, a fiúk erre azt szokták, hogy sörhas, és az jól hangzik. Én ezt tudom, de a zsigeri zsír pont nem az, amit kívülről meg tudsz fogni, ez a puha zsír, hanem amitől kemény a hasad. Tehát az, ami a hasüregben lévő zsír, illetve a belső szervekre kívülről rárakódott zsír. Minél magasabb ez az érték, annál könnyebben okoz egyébként problémákat, akár pajzsmirigy, akár bizonyos allergiás dolgok, inzulinrezisztencia, vese, epe, más. Igen. Úgyhogy mi most azon fogunk elsődlegesen dolgozni, hogy ezt elkezdjük lentebb vinni, mert szoktam mondani, hogy ez az érték magas a szervezeted, akkor kicsit olyan, mint a kézifény kell működne minden. Tehát járhatsz te edzeni, meg már odafigyelsz arra, hogy igen, egészségesebben leszel, több vizet iszok, de még nem úgy indul meg a folyamat, mint ahogy ezt te szeretnéd. Úgyhogy ez referenciértéken felüli magas, oda nem tudok mosolyt adni neked, de fogunk benne segíteni. Szóval az alapsztori ott kezdődött, hogy elmentünk fiúsielni, ezt a videót már láthattátok, és ott az első estén megállapítottuk, hogy mindenkinek nagyon nagy hasa van. És mi nem így néztünk ki. Jó, persze, gyerekek születtek már, úgyhogy szokták mondani, hogy apa testűek, és ez, hogy mennyire menő, de mi ezt nem érezzük menőnek. Akkor pillanat!
pillancsunk rá, légy szíves az értékeinkre, mert tudom, hogy mindenkit az érdekel. Elsősorban el fogom mondani, melyik érték micsoda, miért mértük, illetve kaptuk egy segítséget utána arra, hogyha változtatni szeretnétek ezeken az értékeken, mivel és hogyan. Ezt is gyorsan elmondom, hogy miért kezdtem konkrétan dolgozni ezzel a programmal, ezzel a hathatás programmal, ugyanis tánc és fitness edzőként és táplálkozás és életmód tanácsadóként azért nagyon-nagyon sokféle diéta fordult már elő itt a vendégek körébe, akik mondta, ilyet csináltam, olyat csináltam, ezt próbáltam, azt próbáltam, de tudjátok, ez tipikusan nem így működik, hogy mi működött a szomszédasszonynak, meg mit olvastam az internetről, meg, hiszen mindannyian mások vagyunk. Alapvetően fontos tisztában lenni azzal, hogyha bárkinél bármi esetleges olyan kihívás van, vagy pajzsmirigy probléma, vagy inzulinrezisztencia, vagy bármi ilyesmi, az egyéb résznél ezt majd át tudjuk beszélni, hogy bárki, vagy tudom, hogyha már tejlaktóz, gluténérzékenység, bármi, és ezekkel kell ma már foglalkozni, mert igenis ezek mind-mind befolyásolni tudják. Viszont az a hathatás program, amit meg szeretnénk mutatni nektek, most nagyon könnyedén meg tudjuk tanulni, az eddig el tudom mondani, hogy mindenkinél működött, úgyhogy számomra ezért varázslatos. Anett, aki egyébként a Dóka Zsolti felesége, egy cirka negyed órában elmondta, hogy mi várható a következő 6 hétben, milyen testmozgást kell majd csinálnunk, milyen vitaminokat kell szednünk, és mi várható, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor a videó leírásában megtaláljátok az elérhetőségeket, menjetek el ti is, és tegyétek próbára magatokat, mert nyilván minden ember más és más, és mindenkinek személyes tanácsokat adnak majd. És iratkozzatok fel YouTube csatornámra, mert folyamatosan adok majd híreket arról, hogy hogy áll éppen most a fogyókúra. Itt a Phoenix Dance-be tök jó hangulatban történt ez a hát kis előadás, vagy minek nevezzem ezt? Hát egészség expo. Ó, nagyon jó. Anett, beszéljünk a fekete levesről. Mennyibe kerül egy ilyen kúra? Hát, ez nagyon jó kérdés. Ez a hónapok számától is függ, mert valakinek 3 igen. hónapot írtál, valakinek 4-et. Így van. Akkor havi lebontásból próbáljuk meg. Így van. Igazából maga a program 6 hetes, tehát én inkább, ha megengeded, ebből a szempontból közelíteném meg a 6 hetes programot, mert utána ez bárhányszor újra ismételhető, amíg valaki nem éri el az ideális alkatás célját. Természetesen mi ebben mindenben segítünk. Viszont itt a mikrotápanyag kiegyensúlyozásra, vitaminok, amikkel dolgozunk, és ami segítünk, nagyobb kiszerelések. Például a multivitamin az 4 havi szerelés. Tehát simán benne van az, hogy egyfelől te megcsinálod a 6 hetes kúrát, de utána ugyanúgy szükségét érzed a mikrotápanyagoknak a kiegyensúlyozásának. Tehát azt nem kell végigszednem a 4 hónapon keresztül, hanem lehet, hogy csak 4 hét, 6 hét? Én javaslom végigszedni. Én javaslom, mert sajnos a mai zöldségek, gyümölcsök már nem tartalmazzák azt a vitamin mennyiséget, azt a fitotápanyag mennyiséget, azt a mikrotápanyag mennyiséget, amire szervezetünknek szüksége van. Tehát igazából ez egy alapvitamin. Hogyha valaki testsúlyt szeretne veszíteni, akkor is, meg ha egy alapvető kiegyensúlyozott életet szeretnél folytatni, akkor is. Most már minden információt tudunk, és akkor légy szíves, Anett, mondd meg nekünk, hogy egy hónapra körülbelül mennyibe kerül így az egész, mondjuk mérési költség, biztos ennek is van költsége, meg konzultáció, meg ezek a táplálék kiegészítők mennyibe kerülnek? Az egy havi a 4 hétre 25.990 forint, mindennel együtt, méréssel, kontrollálással, mentrolálással, és magával a termékpalettával, ami segítség számunkra. Hogyha érdekeltéteket, próbáljátok ki, mert pénzvisszafizetési garancia van. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert nyomon követhetitek majd, hogy én hogy haladok ezzel, és a leírásban megtaláltok minden fontos linket, információt, telefonszámot. Köszönöm, hogyha megnéztétek, találkozunk legközelebb is. Anett, köszi neked nagyon is. Nagyon szívesen. Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim, ez a srác nem viccel!